Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Mindent megtesznek az idősekért, immunerősítőt és vitamint vett az önkormányzat a szekszárdi szociális otthonoknak. Meddig tart a járvány? Az orvos szakértő szerint májusban vége lehet. Autót kapott kölcsön a szekszárdi önkormányzat, a felajánlást ételkiszállításra használják majd. Immunerősítő, béres cseppet és C-vitamint adományozott a szekszárdi önkormányzat a Magyar Rákellenes Liga helyi csoportjával közösen a városban működő három idősek otthona lakóinak. Árcs Ezső szekszárd polgármestere azt mondja, így is igyekeznek elkerülni, hogy a koronavírus komoly gondot okozzon a Tolnai megyeszékhelyen. A következő napokban a mostani felajánlást újabb követi majd, akkor kézfertőtlenítő kerül az idős otthonokba az önkormányzatnak köszönhetően. Köszönjük szépen! Nem volt könnyű átvenni a telipakolt kartondobozokat. A szekszárdon működő három idős otthon lakóinak a város önkormányzata és a Magyar Rákellenes Liga közösen együtt szerzett be immunerősítő béres cseppet és több ezer darab C-vitamin tablettát. A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi szervezete is hozzá kíván járulni ez a szörnyű járványnak az enyhítésére, és mind ahogy tudjuk, hogy a idősek, a hajlott korúaknak az immunrendszere már egy picit nem annyira erős. Ezért szereztek be az önkormányzattal közösen 120 üveg immunerősítőt. Ács Rezső, a város polgármestere múlt héten már járt az idős otthonokban. Akkor azt mondta, megnyugtató volt látni, hogy az ott dolgozók mindent megtesznek a bentlakók egészségéért. De a mostani járványhelyzetben a városnak kötelessége minden lehetséges módon védekezni a vírus elszabadulása ellen a legveszélyeztetettebbek körében. Szeretnénk, hogyha az itt dolgozók, illetve az itt lakók immunrendszerének a megerősítésében is tudnánk segítkezni, hiszen ez egyik legfontosabb, hogy jó, felkészült erős immunrendszerrel érjen el bennünket a vírus, mert el fog érni, illúziónk ne legyen. A város polgármestere azt mondja, az idős otthonok védelme most különösen fontos. Ezeknek az intézményeknek ezért néhány nap múlva újabb tárgyi segítséget nyújt a szekszárdi önkormányzat. Nem állunk meg természetesen. A következő napokban szeretnénk tovább erősíteni ezt a fajta higiénés rendszert, ami a múlt héten ugye megerősítést kapott, hogy jól működik. Ez pedig egyszerű egy ilyen kis zsebbe oltható házi fertőtlenítővel szeretnénk mindenkit ellátni annak érdekében, hogy ezzel is segítsük azt, hogy a folyamatos fertőtlenítés meglegyen, és ezzel is lecsökkentjük, akadályozzuk a vírus, illetve a járvány továbbterjedésének a lehetőségét. A három szekszárdi idős otthonban most összesen 110 fő lakik. Május végére vége lehet a járványnak, ezt mondja Ternák Gábor professzor, a fertőző betegségek szakértője. Az Afrikában és Ázsiában is praktizált orvos véleménye szerint az új típusú koronavírus nagyon hasonlóan viselkedik, mint egy normál felső légúti fertőzés. 5-10 évente eléri a Földet egy-egy jelentős járvány. Ilyen volt 2009-ben a H1N1, és 12 évvel ezelőtt a SARS is, mondta Ternák Gábor professzor, a fertőző betegségek szakértője. Véleménye szerint túlzóak a felkészülési lépések. Az az elvárt betegmennyiség, amire itten, mint egy atomcsapásra készülünk, ez azt jelenti, hogy több megbetegedésnek és több fertőzöttnek kéne lenni, mint ami most jelenleg Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban van együtt. Ternák doktor véleménye szerint a koronavírus egy keményebb influenza járvány vírusfertőzésének jeleit mutatja, az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján jól fel lehet készülni ennek lefolyására. Várjuk azt itthon, hogy berobban a járvány. Őszintén remélem, nem fog bekövetkezni. Azért, mert akkor már megtette volna. Tehát a vírus az nem olyan, hogy meg lehet vele beszélni, hogy mikor robbanjon be. Ahogy elterjed, az robbanásszerű, mint az influenza, puf, hirtelen több tízezer megbetegedés van, de itt nem történt ez meg. A professzor véleménye szerint a járványnak heteken belül véget kell érnie. Ez a vírus véletlen, úgy én azt hiszem, hogy május végére véget ér. Tehát most már látszik azért más országokban, ahol hirtelen megugrott vagy visszakezdeni. Most már egy ilyennek az átfutása körülbelül 4 hónap. Ternák Gábor azt mondja, a vírus mellett a pánik a másik súlyos probléma, és most áldozatai vagyunk mind a kettőnek.
Dobozos kis teherautót adott kölcsön 4 hónapra a szekszárdi önkormányzatnak a városban működő egyik autószalon. A kocsit ételkiszállításra használják majd. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a felajánlás jól jött, mert egyre több diáknak és nyugdíjasnak szállít ki az önkormányzat meleg ételt minden nap. A város polgármestere próbálta ki elsőként a kis teherautót, amit az egyik szekszárdi kereskedés ajánlott fel az önkormányzatnak. A felajánlás egyelőre 4 hónapos időtartamra szól. Az ételek kiordásában tudjuk ezt használni, hiszen több mint 400 gyereknek holjuk ki, most már nem benne az intézményben lehet átvenni az ebéd, hanem házhoz visszük mindenkinek, és több mint 250 időskorúnak holjuk ki, tehát több mint 650 embernek holjuk ki az ebédet. Az autó erre tökéletesen meg is felel, mert a raktere nagy és tágas. A tervek szerint az új kocsival egy már használatban levő régebbi járművet váltanak ki. Összesen 9 autóval szállítják az ételt az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek, akikből egyre több van. A következő hetekben, napokban jelentkeznek önkéntesnek hozzánk, mert folyamatosan jelentkeznek. Nem mindenkinek van autója, de most leginkább a szükség arra van, hogy az ételkiordásban tudjanak segíteni. És ehhez kiváló lehetőséget biztosít ez az autó, ugyanből rengeteg előre csomagolt étel el fog férni. A szekszárdi idősek és a diákok ellátását segítő autóval a tervek szerint már szerdán ételt fognak kiszállítani. Közel 300 rászorulónak osztottak ki csomagokat helyi önkéntesek Dunaföldváron. A Máltai Szeretetszolgálat a helyi támogatószolgálattal és a tanodával közösen karöltve állította össze a tartós élelmiszert és a friss füstölt árut tartalmazó csomagokat. Az önkéntesek csoportjának tagjai éppen rakodják a kiszállításra váró csomagokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári telephelyén. A pécsi régiós központ által a raktár feltöltve, hogy a rászoruló családok ebben a nehéz helyzetben se nélkülözzenek. A koronavírus miatti kijárási korlátozás okán ezúttal házhoz viszik az adományokat a támogató szolgálattal és a tanodával közösen karöltve. A csomagok tartalma az alapvetően tartós élelmiszerekből áll, konzervek, liszt, olaj, cukor, illetve füstöltáru, szalonna, kolbász és zsír. A tartós élelmiszerek Pécsről érkeztek, a friss füstöltáru a helyiek adománya a rászorulóknak. A rendkívül aktív csoport ruha, élelmiszer és egyéb adományokat gyűjt és oszt szét évente több alkalommal. A településen most még több család került nehéz helyzetbe a munkalehetőségek megszűnésével. Látjuk azt, hogy a jelen helyzetben ugye sokan szociális transzferekből élnek, napszámba járnak, ezek a lehetőségek megszűntek, és érkeznek hozzánk azok a jelzések, melyek során látjuk, hogy már sokszor a betevő falatra is, vagy betevő falatra sem futja. Így több száz embernek könnyítik meg mindennapjait az élelmiszer adományokkal, melyet a lehetőségekhez mérten folyamatosan pótolnak. Több mint 30-an adtak vért Zombán, ez különösen sok adakozónak számít a kis településen. A Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója azt mondja, koronavírus idején is fontos, hogy az emberek adjanak vért, mert az életmentő műtéteknél hatalmas szükség van a mással nem pótolható folyadékra. Gyakorlott véradóként már több mint 40. alkalommal adott vért, legutóbb Zombán, Illés Márton helyi lakos. Katonaként kezdte, azóta is a segítő szándék motiválja. Ez a segítő szándék az meg volt mindig alapban, meg volt bennem, volt ismeretségi körbe, akinek szüksége lett volna rá, és éppen akkor nem nagyon volt. És akkor ez egyre jobban megerősített abban, hogy ez egy elég fontos dolog. Tehát ha az ember teheti, akkor adjunk vért. Túlóráztak a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai Zombán, hiszen a tervezett 2 órás véradási idő alatt nem került sor mindenkire. Több mint 30 önkéntes véradó nyújtotta kezét a helyi művelődési házban. A kijárási korlátozás idején is lehet vért adni, közölte honlapján az Országos Vérellátó Szolgálat. A koronavírus nem terjed vérátvitellel, azonban változtak a véradók kiszűrési kritériumai. Azért, hogy védjék a véradók és a vért kapó betegek egészségét, az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző intézkedéseket vezetett be. Ilyen például, hogy minden személy külön golyóstólat kap, amit ezután hazavihet, ezzel is csökkentik a fertőzés esélyét. A Vöröskeresztet az Országos Vérellátó Szolgálat egy előszűrésre kérte fel, tehát ez változott, hogy aki 30 napnál
hogy 30 napon belül külföldön volt, vagy a családtagja, ő nem adhat vért, illetve nem jöhet be a véradás helyszínére. Tehát itt ezzel kapcsolatban az a plusz feladatunk, hogy erre előszűrjük a véradókat. Egyrészt úgy, hogy amikor hívjuk őket a véradásra, vagy toborozzuk, akkor tájékoztassuk őket erről. Egy véradás alkalmával 450 ml vért vesznek le, mely elegendő három ember életének a megmentéséhez. Petangpályákat építenek Szekszárdon a sportközpont területén. Bár még viszonylag kevesen ismerik a játékot Magyarországon, a sportközpont új vezetőjének elképzelése szerint a város a sportág egyik hazai bázisává válhatna. Célként az is megfogalmazódott, hogy szekszárdi játékosok akár már a 2021-es világjátékokra is kijuthatnának, ami ennek a sportágnak a csúcsa. Most 6 pálya készül 200 000 forintos költségből. Így kell játszani a petánkot, egy nagy fémgolyót minél közelebb hajítani a célként szolgáló kisebb golyóhoz, akinek ez többször sikerül, mint ellenfelének, az 13 pont után nyer. 800 gram, ami azt jelenti, hogy rendkívül kemény talajú pálya kell. A pályák alapkövével a kezében Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont új ügyvezetője azt mutatja éppen, hogy nem mindegy, milyen a pálya talajának szerkezete. Zúzott köves területen célszerű játszani, ezért ennek megfelelően alakítják ki a 6 szekszárdi pályát, amiből 2 a fürdő területére kerül, 4-et pedig az atlétika pálya közelében építenek meg, az ügyvezető itt tette le az alapkövet is. Az Európa-Mediterrán országaiban népszerű golyójáték egyik hazai központjává tennék Szekszárdot. Egyelőre 3 játékos van, akikre építhetnek. Ők eddig a fürdő parkolójának zúzott köves talaján gyakoroltak. Meséltek a játékról, aztán olyan szenvedéllyel játszottak, hogy megragadott. Saját magam is kipróbáltam. Szeretnénk, ha Szekszárd jelentős petánkbázis lenne az országban. Jelenleg még nincs petank szakosztálya Szekszárdnak, de ez később változhat. Az ügyvezető már 2021-re nagy célokat tűzött ki. A petank az egy érdekes dolog, ugye jelen pillanatban a 2021-es Birmingham Egyesült Államok területén megrendeződő világjátékoknak a része. Van még idő, esetlegesen akár oda is bejutni, tehát ha valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon jól játszik, akkor akár a világjátékokon is részt vehetne szekszárdiként. Szeretnénk, ha erre a szintre törnénk. Hogy ez mennyire sikerül, majd kiderül, minden esetre a körülmények biztosítottak lesznek, mondja az ügyvezető. A pályákhoz a tervek szerint a jégpálya elbontásával felszabaduló lelátót is felállítják. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Klinikai teszteket végeztet a munkavállalóival a pécsi cég, az eredményekkel külföldön is fogadják a dolgozókat. Húsvétot ünnepelnek az ortodoxok, betartják a járványügyi előírásokat a templomokban. Kényszerpihenőn a vízilabdázók, otthon edzenek a kaposvári sportolók. A cégek működésének lételeme ma az, hogy koronavírus fertőzéstől mentes dolgozókat foglalkoztassanak, mondja egy pécsi munkaerőközvetítéssel foglalkozó cég vezetője. Ezért az országban elsőként a kiközvetített munkavállalóik előzetesen tesztenesnek át, aminek a negatív eredménye esetén biztonsággal végezhetik a munkájukat a cégeknél. Olyan koronavírus tesztet alkalmaznak, amelyeket a külföldi partnereik is elfogadnak. Kiemelten fontos a mai járványügyi helyzetben, hogy a munkáltató tudja, egészséges munkavállalót alkalmaz. Ezért koronavírus tesztet végeztet el az egyik pécsi munkaerőközvetítéssel foglalkozó cég. Mi Magyarországon elsőként munkaerőkölcsönző cégként egy validált és ez nagyon fontos laboratóriummal kötöttünk szerződést, akinek gyakorlatilag olyan teszt kapacitása és engedélye van, amivel orvosi leletként tud kiállítani bizonyítványt arról, hogy az adott munkavállaló egészséges. Ezek azok a klinikai tesztek, amelyek eredményét a cég külföldi partnerei is elfogadják. A pécsi cég az ország bármely pontjáról jelentkező munkavállalóját tesztelni tudja. A mi logisztikánk és egyeztetésünk alapján a munkavállaló az általunk leegyeztetett helyszínen mintát tud adni, és gyakorlatilag nagyjából 24 óra alatt egy, ahogy elmondtam, pecséttel, orvosi leletként kapott úti lapúval mehet a
munkaadójához. Az ügyvezető tulajdonos azt mondja, egy felelősségteljes, megnyugtató megoldást tudnak így nyújtani. Erre a gyors tesztek nem képesek a szakértők szerint. A munkaerő közvetítő a nemzetközileg elfogadott módszer alapján elvégzett teszt megfelelő eredményeivel akár Ausztriába, Németországba tudja kiközvetíteni a munkavállalóit. 350 millió forintos támogatásból fejleszthetik a siófoki hulladékszállítást. A kormány döntése értelmében 5 darab korszerű, szelektív hulladékgyűjtő teherautó állhat majd szolgálatba a jövőben Siófokon és térségében. A személygyűjtést és kiszállítást végző cég járműparkja átlagosan 10-12 éves. Ezek azok a 13-14 éves gépjárművek, amik már a felépítményeiket tekintve és a motorjaikat tekintve sem korszerűek. Tehát ezeket cserélni kell. Ezek helyére érkezhetnek majd az új járművek, mondta a Siocom Nonprofit Kft. Vezetője. A cég eszközparkja átlagosan 10-12 éves. A régebbi autók helyére érkeznek majd az új, modern, szelektív hulladékgyűjtő járművek. A szelektív autók a felépítményük tekintetében másak, elvileg osztott terűek, tehát alkalmasak arra, hogy a lakosság által külön kihelyezett szelektív edényzetek a hittel ellentétben nem keverednek össze az autónak a terén belül, hanem az elkülönítetten kihelyezett frakciók is elkülönítetten kerülnek szállításra, a szállítást követően pedig Somon Regenes Hulladék Kezelő Központban ott kerülhetnek ismételten tovább válogatásra. A kormány korábban célul tűzte ki a hulladékgazdálkodás területén a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás fejlesztését. Ezt szolgálja a 350 milliós siófoki pályázat is. A Siocom járművei 26 siófoki és környéki településen végeznek hulladékgyűjtést és szállítást. Az új autók a közbeszerzést követően remények szerint ez év végére vagy jövő év tavaszára állhatnak munkába. Húsvétot ünnepel az ortodox világ. Pécsett a Szent Andronikosz és Szent Júnia szerb ortodox kápolnában a koronavírus járvány miatti korlátozásokat betartva, egymástól 2 méteres távolságot tartva ünnepelték Krisztus feltámadását vasárnap. A szertartás után megszentelték a kirakott ételeket, és imádkoztak a járvány áldozataiért és a hozzátartozókért. Húsvét nem csak a kereszténység, hanem a zsidó-keresztény gyökerű európai kultúra egyik legnagyobb ünnepe. Ám a különböző felekezetek és egyházak gyakran eltérő időben más-más rítusokkal emlékeznek meg róla. Az ortodox egyház a húsvétot a tavaszi napi egyenlőséget követő első tavaszi holtölte utáni vasárnapon ünnepli, ami idén április 19-ére esett. A koronavírus járvány miatt azonban korlátozásokat vezettek be a szertartások során. Egy kicsit átírta az elképzeléseinket, és kisebb számban tudtunk csak összejönni itt a járványügyi helyzet miatt, de ugyanúgy megtartottunk minden nagybőti és minden nagyheti szertartást, így megtartottuk a nagy csütörtököt, nagypénteket, a nagy szombatot, a feltámadásnak az előhírnökét, az előízét, és megtartottuk most a hajnali feltámadási istentiszteletet és a szent liturgiát is. Az ortodox húsvétot az ünnepek ünnepének nevezik, összetett liturgiája van, és 7 hetes böjt, az pedig 3 hetes előkészületi időszak előzi meg. Az idei húsvétnak a felelősségvállalás az üzenete. Az egész nagybőjt annak a jegyében telt el számunkra, hogy keresztény felelősséggel tartozunk mindazokért, akik szenvednek, akik valamilyen formában ennek a betegségnek részesei, vagy úgy, hogy megbetegedtek, vagy úgy, hogy akár a munkahelyüket elvesztették, tehát együtt érezve velük imádkoztunk értük, és természetesen azért a most már 150 ezer fölötti halottért is, akiket ez a csapás az utolsó órájukra hívott, róluk meg fogunk emlékezni a jövőben is. A szertartás után megszentelték a kirakott ételeket, és imádkoztak a járvány áldozataiért és hozzátartozóikért. Erőnléti edzésekkel tartja magát formában a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es felnőtt kerete. Vezetőedzőjük Surányi László szerint még az sem elképzelhetetlen, hogy az idei bajnokságból visszalévő mérkőzéseket le tudják majd játszani. Persze az kérdés, hogy a csapatok a több hónapos kényszerpihenő után milyen formát tudnak majd mutatni. Erőnléti edzésekkel tartják magukat fitten a kaposvári pólósok. Van, aki ásványvízzel, van, aki hagyományos súlyzókkal, van, aki a család kedvencét élő súlynak használva végzi az erőnléti edzéseket. Surányi László vezetőedző szerint a fiúk becsületesen végzik az előírt erőnléti edzéseket. Minden játékos
ahogy a videókat is küldik, becsülettel dolgoznak, edzenek. De hát ez is olyan kérdés, hogy ezt most még az elején persze lehet szívvel, lélekkel, de ezt most 2-3 hónapig, 4 hónapig így kell csinálni minden egyes nap, akkor az azért nagyon monoton lesz. A Magyar Vízilabda Szövetség május 11-ig függesztette fel az idei évi bajnokságot. Optimális esetben a csapatok júliusban edzésbe tudnak állni, a nagyjából egy hónapos felkészülés után pedig ugyanennyi idő állna a rendelkezésre a mérkőzések lebonyolítására. Most még hátra van mondjuk 11-12 meccs a bajnokságból, az azért elég sok, meg azért idő is kell a felkészüléshez. Tehát ez nem akarok más sporthoz hasonlítani a vízilabdát, de ugye nekünk általában 2-2,5 hónap az alapozó időszak. Az MVS elnöksége május 11-én ülésezik, ekkor dönt a bajnokság folytatásáról, és arról, hogy milyen formában lehet befejezni az idei szezont. Persze sok még a nyitott kérdés, hiszen ha a korlátozások tovább tartanak, akkor a vízilabdában is elképzelhető olyan döntés, amely befejezettél nyilvánítja több más csapatsportákhoz hasonlóan az idei szezont. Üres Balatonpart, lezárt parkolók. Az elmúlt hétvégén is korlátozásokat vezettek be a koronavírus járvány miatt a tóparti települések. A legtöbb helyen a húsvétihoz hasonló intézkedéseket hoztak, Balatonfenyvesen viszont hétközben is fenntartják a tiltásokat. Egyetértek vele maximálisan, így biztonságban érzem magam ezekkel a megszorításokkal. Ez a siófoki hölgy egyetért a koronavírus járvány miatt hozott korlátozásokkal. A balatoni városban a múlt hétvégén is lezárták a hajóállomást, a rózsakertet, a mellette lévő nagy parkolót és a Petőfi sétányt. A maszkviselése is kötelező volt a siófoki közterületeken. Igaz, hogy most kint sétálok, de hát egy kis mozgás kell, és arra figyelek, hogy minimum 10 méter távolság legyen. Ha látok valakit szembe, inkább átmegyek a túloldalra. Az elmúlt hétvégén a balatoni települések nagy részén hoztak olyan korlátozásokat, amelyeket húsvétkor is. Így például Balatonlellén és Balatonföldváron is lezárták az önkormányzati parkolókat, a szabad strandokat és a játszótereket. Balatonbogláron szinte teljesen kihalt volt szombaton a Platán strand és környéke, a parkolók üresek voltak. Itt táblákkal, szalagokkal jelezték a hétvégi korlátozásokat. Anita őstermelőként árusított a település központjában. Mint mesélte, csak vásárolni érkeztek az emberek. Jönnek a nyugdíjasok, azok 9 óra után jönnek, de reggel jönnek a fiatalok, azok nagyon sokan jönnek, és betartják a korlátozásokat. És a Balatonparton is a helybeliek nem sétálgatnak, nem nincsen ez a kirándulgatás, vásárolni jönnek mindig. Balatonfenyvesen a húsvéthoz hasonlóan ezúttal is több területet zártak le. A keleti mólószárny, a játszóterek és a strandok maradtak lezárva, de nem csak az elmúlt hétvégére. Vannak nyilván olyan települések, akik mint tulajdonosok és mint a tulajdonosi jogkör gyakorlói fönntartják ezt még a hétközi időszakban is, ilyen Fenyves is, mert én azt gondolom, hogy hétközben is szükség van arra, hogy vigyázzunk egymásra. Balatonfenyvesen 4-szer annyi az üdülő tulajdonos, mint az állandó lakos. A településre az elmúlt hetekben sok nyaraló érkezett. A polgármester együttműködést és a szabályok betartását kéri. Az északi parti településeken is hoztak korlátozásokat. Révfülöpön szigorúbb döntés született, mint máshol. Az elmúlt hétvégén a nem ott lakóknak csak átutazni lehetett a településen. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Mindent megtesznek az idősekért, immunerősítőt és vitamint vett az önkormányzat a szekszárdi szociális otthonoknak. Meddig tart a járvány? Az orvos szakértő szerint májusban vége lehet. Autót kapott kölcsön a szekszárdi önkormányzat, a felajánlást ételkiszállításra használják majd. Szerdán túlnyomóan derült időre van kilátás, kissé tovább emelkedő, kellemes hőmérséklettel. Csapadék nem valószínű. A keleties szél többnyire mérsékelt lesz. Éjszaka csillagfényes, eseménytelen idő várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!